Kedves vendégeink, kedves gyerekek, nagyon szépes programokat állítottunk össze önöknek, illetve nektek az Arthur Fesztiválra. A mai programon kívül 19 óra 30 perctől a Városi Galériában Orosz Zoltán harmonika művész koncertjét láthatják, a fesztivál színpadon pedig 19 óra 15 perctől a Dynamite Dudes koncertet, őket követi a Best of zenekar 21 órától, míg 23 órától a Something Nice lép majd színpadra. Most pedig a Pompom együttes érkezik. A Pompom együttes 1990-ben alakult zenekar, amely évek óta gondoskodik a jó hangulatról ifjúságért gyermekrendezvényeken az év bármely szakában. A zenekar hivatása zenészekből áll, akik az évek során igen nagy tapasztalatra tettek szert a gyermekek zenész szórakoztatásában. Kérem, fogadjátok nagy szeretettel a Pompom zenekart! Hát, ha már itt is futóverseny van, bárhova megyek, mindenütt ez a futóverseny, mezőtútól kezdve mindenfelé futóverseny van. Ti nem futtok, gyerekek és felnőttek, hm? Senki nem fut. Pedig amit látom, igen, látom, hogy ott van a befutó, nézzétek csak! A befutó ott van pontosan a kapunál, nézzétek csak, már jön is az első befutó? Igen, már megint a zsiráf nyerte a futóversenyt. Ez a zsiráfé, haha! Ugye a zsiráf mindig első lesz, aztán jön a második helyzet, tudjátok ki volt tavaly a második helyzet? Lehet, hogy a mostani ember lesz a második helyzet, legalábbis a kerekerdő versenyzői közül általában a... Igen! Nézzétek, a csiga! Jól látom? A csiga jön! És a csiga lett a Az egyik barátom Ergő is mindig beszokott nevezni erre a futóversenyre. Akár isznek, akár nem, mindig az első 3500 között szokott végezni. Nagyon jó futó, most is ezt a 65 km-t lefutotta szerintem. De nézzük csak, nem lehet, hogy ők, igen, hallgassátok, amikor a közönség ilyen hatalmas örjöngésben tör ki, akkor Ergő szokott megérkezni. És hol van Ergő? És éve Ergő a harmadik helyezett, megvan a harmadik helyezett a bronzérrel, Ergőként. Harmadik lett ki a belső, tapsoljuk meg Ergő! Tapsoljuk meg, harmadik helyezett! Ergőként, nagyon-nagyon ügyes vagy. Hát, megállhatsz Ergőként, vége a versenynek, harmadik lettél a futóversenyen. Nem tudok megállni, mert hogyha megállok, képzeld el, lemerevedek, és nem tudok megmozdulni. Hát de, Ergőkém, hát nem futkározhatsz egész este itt mezőtörő, ugye gyerekek? Hanyadik lettem? Hanyadik lettem? Harmadik lettél, hallgass meg, hogy megtapsolnak a gyerekek. Ernő a harmadik helyezett. Hát ez nagyon szép. De Ernő, mi a baj? Nézzétek, gyerekek! Nem merevedek Ernő valóban. Mozdulj meg, Ernő! Nem tudsz megmozdulni? Hát tényleg nem merevedett Ernő. Várjál csak, Ernő, meg kell megmozdulni a kezedet. Nézzük csak! Hú! Jól le vagy merevedve, akár is nézzük. Nézzük csak meg a másik kezedet, ki tudom egyenesíteni? Ó, szegénykém, hát ez... Most lehet fényképet készíteni Ernőről. A harmadik helyezett, tapsoljuk meg, milyen gyönyörűen néz ki. De még azért egész este nem állhatsz így, Ernő. Várjál csak, megpróbálj kicsit visszajönni a kezed. Hát ez... Elég jól nézel ki, de a másikat is fel az első van, hogy gyönyörű néz. Hát jól nem merevedett az Ernő, most mit csináljak vele? Mondjál valamit a gyereket, jó? Megpróbálom a kezedet legalább ide felhúzni. Jaj, sziasztok, hogy adjam, ne nagyom, hogy nem kérdezél engem vele, nem tudom. Tudod mit? Megpróbálok egy picit lelassítani, jó? 220 volt. Váltakozó áramú rázás következik. Figyelj! Na, Ernő? Hát nem. Nem használt, ugye? Még mindig nagyon-nagyon rosszul néz ki. Na még egyszer megpróbálok egy kicsit elazítani. Nézzük! Hú, na. Hú, de jó, hogy elazítottam! Végre hát köszönöm sikerül. Szépen! Sziasztok, gyerekek! Hadd hallja mindenki hangját! Sziasztok! Hú, de jó, hogy itt vagytok, de... Ernőkém, harmadik lettél a versenyben, arra emlékszel még? Harmadik lettem a versenyben? Uh-huh. Az lehet, hogy harmadik, de figyelj csak! Te köszöntél már egyáltalán a gyerekeknek? Dehogy köszöntem, én nem szoktam köszönni a gyerekeknek. Nem szoktam. Én vagyok a legrosszabb manó a kerekerdőben. Gyerekek, ti szoktatok köszönni a barátotoknak, hogyha találkoztok vele? Igen! Na látod, Petike?
Én nem szoktam köszönni mindenki. Hát úgyis tudja mindenki, hogy én vagyok Fetika a legrosszabb mondó gyerekek. Akkor figyelj csak! Megtanítunk a gyerekekkel téged szépen köszönni. Jaj, már megint tanulni kell valamit. Na nézzük, tanítsatok meg! Na. Gyerekek, figyeljetek csak! Csak annyit kell csinálni, hogy megtanítjuk Petikét a mi kis köszönésünkre. Na nézzük! Ha! Azt kérem tőletek, hogy ismételjétek el, amit én mondok, jó? És Petike, te pedig figyeljed a gyereket. Jó, jó? Figyelek, nézzük! Mert hogy? Mit is mond a visszhang? Arra, hogy ha azt mondjam, hogy hú, mit mond a visszhang? Hú! Elég gyenge a visszhang, itt úgy hallom. Azt mondja, hogy hú! És kipróbálom. Buvászi atyú! Már jobban ment. Állj! Na nézzük a köszönést! Első! Gyerekek, vegyünk egy hatalmas nagy levegőt, és mondjuk azt hangosan, hogy hello, hadd halljam! Hello! Jól hallottunk? Hello! Nem, hello! Milyen köszönés, gyerekek, még egyszer, hogy hello, hadd halljam! Hello! Ja, megvan! Hello! Na, megtanultam, kész a köszönés! Még van a következő rész. Megint veszünk egy nagy levegőt, és azt mondjuk hangosan, hogy szia, hadd halljam! Igen, hallottam. Kia, ilyen autója a lapukám. Nem Kia! Gyerekek, mondjuk ennek még egyszer, hogy szia, hadd halljam! Szia! Ja, megvan! Szia! Igen! Megvan! Kész, megtanultam! Ennyi van, köszönöm! Van még egy, gyere csak vissza! Van még. Most megint nagy levegőt teszünk, és azt mondjuk hangosan, hogy énekelj, hadd halljam! Énekelj! Jól van. Érik a szőlőhaj! Nem kell énekelni, csak mondjad! Hát azt mondták, hogy énekeljen. Gyerekek, mondjuk neki hangosan még egyszer, hogy énekelj. Hadd halljam! Énekelj! Jó. Érik a szőlőhaj! Te Petike! Na most mondjuk el egymás után a mi kis köszönésünket a Petikének. Jó, hogy hello, szia, énekelj. Hadd halljam! Hello, szia, énekelj! Megvan! Szia, hello, érik a szőlőhaj! Gyerekek, még egyszer mondjuk már el Petikének, hogy hello, szia, énekelj! Hadd halljam! Hello, szia, énekelj! Na? Én ezt nem fogom tudni megtanulni. Esetleg, ha egy dalban el tudnál nekem énekelni, Ernő, próbáljuk már meg, jó? És te segítesz? És én esküszöm, segítek gitározni, énekelni, de én úgy tudok igazán megtanulni mindent, jó? Gyerekek, megengedjük Petikének, hogy énekeljen? Igen! Hangosabban? Nagyon jó, akkor tudjátok mi? Segítsetek nekünk, a köszönés már biztosan tudjátok, és én is meg fogom tanulni, de előtte úgy segítsen mindenki, hogy emelje fel a bal kezét, aztán a jobb kezét, és a fej fölött üssük össze egyszerre, hadd lássam. Nagyon jó, több alapot érünk. Nagyon jó, de jól megy ez a tarts. Jó, magasson, hadd lássam mindenütt. Nagyon ügyesek vagytok, sokkal ügyesebbek, mint Petike. Hát, meglátjuk. Jó napot mindenkinek, üdvözöllek benneteket. Szeretném, ha megismernék egymást. Jó dolog, hogy találkoztunk, itt az időt, ha szórakáztunk. Nevessünk és tapsoljuk meg egymást. Most jön a köszönés, az is volt, hogy hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel! Bátran! Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel! Hallja! Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel! Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel! Magas tarts! Oda kezedet! Ez az! Ügyesek vagytok! Nagyon jól megy! Elutazunk Afrikába, a hatalmas szavannákra, ahol meleg van, és sok-sok mese vár rád. Találkozhat sok baráttal, kicsivel és hatalmassal. Ugye eljössz velünk, nem hiszem, hogy bánnád. Na most jön a köszönés, hogy hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel! Hogy szól? Hello, szia,
kezede, emeld fel, hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel, hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel, aros taps! Itt minden látni való, varázslás és törpe manó. Ugye eljössz velünk, nem hiszem, hogy bánnád. De ne szól és énekelünk, egy ritmusra jár a kezünk. Refrén most köszöntsük hát egymást. Na most a köszönés, hogy hello, szia, énekelj a kezedet. Emeld fel, hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel, hogy szól? Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel, hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel! Na figyelj, Erdő, tass verseny, hadd lássam, hogy tudsz tapsolni fejfölött! Nagyon így, hogy Erdő, utánoztátok Erdőt! Most pedig jobbra, balra, magasan és a fenék alatt. Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel. Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel. Hogy is szól? Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel. Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel. És hol a kezetek? Hadd lássam mindenki! És nézzük meg, hogy ti megtanultátok a köszönést. Tudjátok mindannyian? Hello, szia! Ah, nem így össze-vissza. Úgy szól a köszönés, hogy hello, szia, énekel. A kezedet emeltem. Hello, szia, énekel. A kezedet. Én nem hallom. Hangosabban. Hello, szia, énekel. A kezedet emeld fel. Hangosan! Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel. Ez egy nagyon-nagyon szép volt. Egy nagy tapsot megérdemelnek az énekeseink. Na most már, Ernők, megtanultam a köszönést. Nagyon jó, tudom, egyszerű. Hello, szia, Érik a szél, gyerekek, hát látjátok milyen rossz csont ez a Petike, de figyelj csak, most jut eszembe. Mondd erre. Te egyáltalán bemutatkoztál már a gyerekeknek? Bemutatkozni? Nem szoktam bemutatkozni, nem szoktam köszönni, köpködök az utcán, meg nem szoktam bemutatkozni. Hú, de csúnya. Gyerekek, ti mit szoktatok csinálni akkor, amikor egy idegen gyermekkel találkoztok, akkor mi? Bemutatkoztok egymásnak, igaz? Oda mentek és azt mondjátok, szia, Ernő vagyok, és te? Varga Marci. Látod? Így kell csinálni? Igen, Marci már nagyon jól tud bemutatkozni. Hát, most mindenki ezt menjek oda, hogy sziasztok, Petika! Nem, figyelj csak, tudok egy jobbat, 3-ig számolok, na? És mindenki torka szakadtából kiáltsa a nevét, ja. A saját nevét. Ja, rendben, megyek, benne vagytok? Figyelem, 3-ig számolok. Figyelj, Petike! Figyelem! 1, 2, 3! Na? De azt mondtad, hogy mindenki az. Az apuka sem mondta a nevét, az anyuka sem mondta a nevét, meg ez az anyuka sem mondta a nevét. Na, ha mindenki. Oké, akkor még egyszer ismételjük meg, de most már szülők, gyerekek, mindenki együtt, 3-ra is torka szakadtából a saját nevét. Félem, 1, 2, 3! De a szülők nem mondták el az adószámukat. Szülők, segítsetek, legyetek szívesek, és a nevetek mellett mondjátok el a 11 számból álló adószámot. Na, én már 11. szeretek megismerkedni mindenkivel. Na. Figyelem, 1, 2, 3! 1188-00-62-25-9. Nagyon jó. Hát, de tudod mit, Erni? Nehogy így mutatkozzunk már, ez unalmas. Mi lenne, hogyha én bemutatkoznék úgy, hogy eléneklem a gyerekeknek, hogy milyen rosszaságokat szoktam csinálni minden nap. Na? Benne gyerekek, vagy? Énekelhet Petike? Igen! Igen! Köszönöm szépen, egyemre azt mondta, hogy igen. De biztos sem tudjátok, hogy hogyan szoktam nevetni. Nem tudjátok. Azt tudod, hogy igen? Igen! Köszi szépen, akkor figyelj, elmondom nektek, hogy hogyan szoktam én
igazándiból nevetgélni, amikor rosszaságot csinálok a kerekedőbe. Úgy szoktam nevetni, hogy hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva. Tudtok ti nevetni? Igen! Na halljam! Hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva. Na hát indössz, így kell nevetni, de természetesen egy dalban fog bemutatkozni. Magas tapsal kezdünk, emlékeztek még a tapsolásra a fej fölött? Felemeljük a jobb is valakinek, és már is mehet! Tetike a nevem, elmondom történetet. Ide figyelj, oda nézd, Tetike most így mesélt. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva. 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 Taps! Vízet keres, mert éhes a mackó gyerek, a sukrokat nem találja. Tetike az mind szétdobálta. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva. Hogy szól? Hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva. Most egy nagy taps! Süni, Samu, almát keres, mert éhes a süni gyerek, az almákat nem találja. Petik az fölvitt a jegénye fára. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva. 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 Stas! Fázik, ruhájában férdigázik, esernyőjét nem találja. Hova lett az esernyőm? Hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva. 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 A sok-sok állat munka után jól elfáradt, visszavonult a házába, és szép csendben álmát lájja. Okay. De késő estig énekelget, ahogy tetszik az állatok, nem alszanak, mert pedig egy zenét hallgat, kiabál a sok lakó. Csend legyen, te rossz manó! Hi-hi-hi! Hasam fogom kacagva, hi-hi-hi, ha-ha-ha, 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 hasam fogom. Na segítsetek, hogy? Hi-hi-hi, ha-ha-ha, hasam fogom kacagva, hi-hi-hi, ha-ha-ha. Hasam fogom kacagva. Utolsó nagy taps! Mikrofonból kérek többet! Yeah! Nagyon egy nagy tapsot kérnék szépen! Kontrollba, kontrollba, ebből még duplányit. Hát Ervőkém, ímen ennyi rosszaságot tettem a múltkor, a múlt héten. Ez csak a múlt hét történet, és képzeld, mit kaptam érte? Kaptam egy levelet a kerekerdei tanástól. Egy levelet? Egy levelet, igen. És amikor a kerekerdei tanás küld levelet, az nem jó dolog. Hát, amíg te ezt felolvasod, addig én elmegyek, és eszek itt a nagy erdei mulatságot. De ne várj, hát, gyere csak vissza. Nézzétek, gyerekek! Hát ez a levél nem csak nekem szól. Rajta van, hogy Ernő és Petike Manó. Úgyhogy ez neked is szól, olvasd fel, légy szíves. Olvasd csak el. Csánat,
ijedre ez a... Lette ez üfti? Nád csapárda? Likvidert itt hárta? Ernő, micsoda ez? Jaj, Ernő! Fordítva. Na, most olvas fel egy színt. Vábstudi Majestic, Krisztinyák Kemencső, Kencsüszi a Kencsüszi, Vidkerder. Erdő, magyarul olvasd, ne fordítsd azonnal valami idegen nyelvre. Magyarul, na. Kedves Petike és Ernő. Na végre. Az erdei tanács legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy Petike, igen, az kerek erdő legrosszabb manója úgy teheti jóvá sok-sok rossz cselekedetét, igen, ha segít megszervezni itt mezőtúron a nagy-nagy erdei mulatság. Igen. Igen, igen. Ehhez azonban ki kell állnia négy próbát. Igen, négy próbát. A számolás próbáját, az éneklés próbáját, a torna próbáját és a tánc próbáját. Igen, igen. A próbákat Ernő Manu ellenőrzés jelentést tesz az erdei bizottság. Na mondom, Ernőként, te vagy a főnök, neked kell ellenőrzés, addig nem lesz itt mulatság, amíg ki nem állom a négy próbát. De figyelj csak, az első lesz a legborzasztóbb. Ez a számolás. Ó, számolás. Tudsz te számolni? Ó, igen. Igen. Mutasd meg. Ja. Azt hiszem, hogy úgy kell, hogy... Egy, kettő, három, négy, kilenc, 16, 23, 64. De állj meg, valami nem stíme. Gyerekek, ugye nem is így kell számolni. Akkor figyeljetek már, tanítsuk meg Petikét számolni. Számoljunk egy nagyon-nagyon hangosan egyesével tízig. Ettől figyeljetek, azt mondja, egy... Ja, figyeltem, na figyeltem, na most összpontosítok, menni fog, ugye, menni fog. Egy, kettő, három, négy, kilenc, 16, 23, 64. Állj! Nem volt jó? Gyerekek, még egyszer számoljunk, még egyszer nagyon gyorsan, egytől tízig. Úgy kezdődik, hogy egy. Megvan! 1, 2, 3, 4, 9, 16, 23... Jó, és ezt figyelj csak! Ezért buktam 6-szor elsőben. Állj! Most matematikai találós kérdéseket fogok feltenni. Az sokkal jobb lesz, az nagyon jól fog menni, de Erdő, használhatom a közönség segítségét? Nem. De akkor legalább telefonos segítséget? Nem. Akkor... Zsebszámológépet, legalább egy zsebszámológépet hadd használjam. Gyerekek, már engedjük meg Petikének egy ilyen pici zsebszámológépet, még az érettségén is lehet használni. Még szerencsém mindig nálam a zsebszámológépet. Az még a kijelzőjét se látja rendesen. Éve! Itt... Mi a baj? Atya úristen, neked mekkora zsebed van? Hát belefér 23 hamburger, mert 43 hotdog. Meg 6 liter kóla. Na, első találós kérdés. Találós kérdések. Hát, jó vagyok. Lába van a madárnak. A madárnak, azt mondom. Igen. Egy madárnak 9400 lába van. Nem azt mondtam, hogy 4700 madár, 50 madárnak számolt ki. Jaj, egy madárnak? Jó. Oszta egyel. 9700. Nem annyi. Hány lába van a madárnak? Halló? Az semmit, csak beszélgettük olyan szép időkben. Megvan! Egy madárnak kettő lába van. Tapsörjöngés! Na, Ernő, milyen jól megy, ugye? Valaki súgott a Petikére. Látom, anyukád ott súgott, mert nagyon mosolyog. Hát, de hogy bukott a tegből, nem súgott, ugye? Jó, oké. Jön a következő. Hány lába van a bogárnak? A bogárnak? Megvan. Egy bogárnak 26 ezer lába van. Mennyi? Hát 26 ezer. Vagy igen, a gyök, igen, gyök alatt szorozva. Megvan! Egy bogárnak 10 lába van. Atya úristen. Bocsánat, megint elrontottam, mert rosszul nyomtam meg ezt a gyököt. Megvan. Egy bogárnak 6 lába van. Tapsörjöngés! Köszönöm szépen. Gyerekek, súgtatok Petikének? Nem, sem. És ti? Gyertek ide, még segítsetek, gyertek ide hozzám, segítsetek. Egy utolsó, mindent eldöntő kérdés. Gyertek, súgtatok Petikének, gyertek, de csak picit. De csak
Pikici. Pikici, gyertek ide mellém, no. Tidesztek a számolom emberek. Figyelem, következő kérdés. Nagyon nehéz. Hány lába van a csigabigának? Meg már is számolom. Mit számol? Ne számol! Ott az biztonság kedvéért. Megvan, csigának! Okay. De én ennek hiszem. Egy csigának 960 lába van. Ennyi. Várjál, újra számolom. Sorolva, hatra, ott van. Megvan, egy csigának 3600 lába van. Szülők, 3600 lába van a csigán. Közben rájöttem, igen, a gyakorlat megosztom, megszorozom, mínusz 3. Egyébként a csigának 0 lába van. Tapsörjöngés! Na, Ernő? Gyerekek, ez nekem gyanús. Tehát most zenei találós kérdést fogok föltenni. Zenében fog. Ó, nagyon jó. És nagyon vigyázz, mert ha nem jól válaszolsz, akkor a matek találós kérdések versenyén nem fogsz állni. Gyerekek, maradjatok itt, segítsenek nekem számolni, jó? Először is annyit kell tenni, hogy figyeljük, hogy milyen zenei találós kérdést tesz fel nekem Ernő, és mindenki segítsen számolni, jó? Egyesével. Menni fog? Persze, hátul is kérek egy segítséget, itt elő nem süt annyira nap, gyertek ide még többen előre, mert itt legalább nem süt a nap, és egy tapson indítunk, hadd lássam! Itt van a tapsos rész! Így jó lesz! Vigyázz, Petike! Hadd lássam a kezeket! Ez nagyon kemény lesz! Figyelek! Hány lába van a madárnak, számold meg, Petike! Egy, kettő, nincs több, ennyi lába van, ugye? Hány lába van az egérnek, számold meg, Petike, tudom? Egy, kettő, három, négy, ennyi lába van, tapsal! Mindegyiknek annyi lába, ahánylik a nadrágjába, belebújnak, felveszik, lefekszenek, leteszik! Mosol a taps! Hadd lássam a kezeket, mindenütt jó magasan, aki tud számolni! Na, jöhet a következő kérdés, Ernő! Hány lába van a bogárnak, számold meg, Petike, tudom! Egy, kettő, három, négy, öt, hat lába van! Hány lába van az asztalnak, számold meg, Petike, tudom! Három, mert egy kitörött, most három lába van, tapsal! Mindegyiknek annyi lába, ahánylik a nadrágjába, belebújnak, felveszik, lefekszenek, leteszik. Most magasan! Nagyon ügyes vagy, Petike! Hát gondoltam, zenéte sokkal jobban meg. Még nincs vége! Jöhet a következő kérdés. Na most figyelj! Hány lába van a csigának, számold meg, Petike! Ennyi lába van! Hány lábon jár a száz lábú, számold meg, Petike! Segítsetek, jó? Számoljuk meg! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat, tizenhét, tizennyolc, tizenkilenc, húsz, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ennyi lába van. Tarts és örjöngés, hogy áááááá, mert elszámoltam 100-ig, hadd halljam, hogy óó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 
erdőként. Gyerekek, átment a számolás próbáján Petike? Igen! Jó. Figyeljetek, most jön egy nagyon fontos pillanat. Mi a következő próba? Az éneklés próbája. Jaj, az én, az nekem nagyon... Te tudsz énekelni? Tudok énekelni. Képzeljétek el, hogy a múlt héten a kerekerdei Y-faktorban énekeltem, és majdnem tovább jutottam. És mennyi jelentkező volt?
Egy. Én. És azért nem tudtam, egy SMS, egyetlen egy SMS hiányzott, hogy tovább jussak. És milyen dalt énekeltél? Elénekelhetem most nektek azt a dalt? Majdnem tovább jutottam, jó? Elénekelheted, de figyelj csak, ide jövök a gyerekekhez, de gyerekek közé. Igen. Mi leszünk a zsűri, jó? Jó, oké. És jó. Meghallgatjuk, hogy Petike milyen dalt ad elő. Jó. Ha tetszik nekünk, tapsolunk, ha nem tetszik, akkor kifütyüljük. Akkor nem fütyülünk, akkor nem tapsolunk, de kifütyüljük. Oké? Jó. Rendben? Na figyelj! Figyelem! Y-faktor 2016. Petike. Peti. Jó. Sziasztok! Petike vagyok a Kerekerdőből. Saját dalomat szeretném előadni. Az a címe, hogy Afrika. Ó, Afrika! Hatal vagy szabadna! Sok-sok áll a gyeri Köszönjük szépen! Úgy döntött a zsűri, hogy ezt nem vagyunk hajlandók tovább hallgatni. Nem jutottam tovább? Nem. Várjunk csak, van egy másik dalom, ezzel a W faktorban majdnem tovább jutottam, ott is egy SMS hiányzott. Meghallgatjuk. Ezt, hogy énekel, de legyen ilyen csúnya. Nem, nagyon szép. A szöveg is egyszerű, előre elmondom a szövegi gyerekek, meg tudom nektek tanítani a szövegét pontosan egy másodperc alatt. Annyi a szövege, hogy hol volt, hol nem volt. Hát halljam? Volt egy szeretteli hold. Volt egy szeretteli hold. Meg is tanultátok is. Hát a dal. Ja, dalban, igen. Hát ezt énekeltem ott, hogy hol volt, hol nem volt, volt egy szeretteli hold. Hol volt, hol nem volt, volt egy szeretteli hold. Hol volt, hol nem volt, volt egy szeretteli hold. Hol volt, hol nem volt, volt egy szeretteli hold. Hú, tapsoljunk meg, Petike! Tapsoljunk is! Hú, hát szerintem ez tovább jutottam. És van tovább is. Igen, van tovább is, és ezt a W faktorban úgy nevezték el, hogy ez az ugrálós, tapsolós, rohangálós dal. Azért, mert a zsűrinek annyira tetszett, hogy azon elkezdett ugrálni, tapsolni, rohangálni körbe-körbe. Gyerekek, van kedvetek bozogni egy kicsit? Akkor eljönnek el ezt a dal, gyertek ti minél többen ide előre, gyertek gyorsan, lehet ugrálni, szaladgálni körbe, minél gyorsabban, mert jön a hol volt, hol nem volt, hol lássam a ugrálás, a szaladgás, lehet már így! Ez az, jaj de jól megy, hadd lássam, mindenkinek kell az ugra-bugra! Sziasztok, gyerekek, mesét mondok most nektek. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy teli hold, leragyogott mindenre, fűre, fára és az őre, leragyogott mindenre, Kerekerdő közepére. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy teli hold, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy teli hold, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy teli hold. Most jön a kapsos és a szülőktől hallásom a kezeket. Egy nagy kapsa jutalmazzuk Erdő csodálatos táncán. Hú, de ügyes, megy a taps is kész, de nagyon jól megy. Erdőben sok-sok állat élvek élnek, s kiabálnak az életük, mérgeskedés, bosszankodás, kételkedés, rosszalkodom, hogy miért, nem tudom, csak a mesét, azt kérdezed, hogy miért, elmondom hát a mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egy szeretteli hold, hol volt, hol nem volt, volt egy szeretteli hold, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy teli hold, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy teli hold. Most jön a tapsos rész! Jaj, de jól megyött a taps hátul is, ez az! Köszönjük szépen! Óvatosan szaladgáljunk! Erdőben él Petike, így mesélem, hiszed el? Fel kellett élben, s rosszalkodom, ajándékról álmodozom, ajándékról, hú de jó, Petike, a rossz manó, egy Xboxra mondjuk, hú de jó, Petike, a rossz manó, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy teli volt, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy teli volt.
szeret teli hold, hol volt, hol nem volt, volt egy szeret teli hold. Most akkor álljunk be mindannyian, álljunk meg is egy kis tapsot hatással magasan. Egy pici tapsot erdő gyűrű tárcába, gyönyörű! Ez a tapsos rész. Hát ez egy nagy tapsot megérdemel, ugye? Egy nagy tapsot kérnék szépen, ugye? Tovább jutottam és kiálltam végre az énekés próbáját? Köszönöm szépen! Na, ennek szerint akkor ezt kiálltam, nagyon boldog. Gyerekek, próba? Ugye azért még van próba. Milyen, milyen próbája most? Mi a harmadik? Tudsz te tornázni? Ó, én nem. Én nekem gerincfeldülésem van. Te imádsz tornázni, én nem meg gerincfeldülésem. Nézzétek, még az előbb nem volt gerincfeldülése. Ti tudtok tornázni? Igen! Akkor megmutatjuk Petikének, hogy kell tornázni? Hát, akkor azt kérem, hogy minél többen gyertek ide előre. Mindenki, aki tud mozogni és tornázni, jöjj ide előre, gyertek bátran. Ha nektek is jól megy, tudjátok, akkor nekem is menni fog. Nézzük! Csak egyszerű lesz, a következő gyakorlat lesz. Figyeljetek csak! Azt kell csinálnunk, hogy fejkörzés először, mégpedig jobbra. Nézzük! Hogy megy? Ja, ez nekem is megy. Jól csinálom? Jó, elég, most pedig balra. Igen. Meg. Nem tősközés, fej. Ja, fej. Oké, megállunk. Felemeljük a magasra a jobb kezünket, és előre körzünk fel. Így. Gyorsan! Juhú! 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 Oké, megállunk! Felemeljük a bal kezünket, és előre körzünk fel. El is megy! Oké, elég! Most pedig elkezdünk helyben futni, hadd lássam mindenkinek, jó magasra emeli a TNT-t, és gyorsabban egy kicsit, mert nem fogunk végigérni a kerekerdőn, és nagyon-nagyon messze van, gyerünk, Petike! Még gyorsabban? Látod a gyerekek, milyen gyorsan futnak! Gyorsan! Gyorsan! Hát ezért volt, hogy felmegy a tornából. Hogy elfáradtam? Te is elfáradtam, ugye, Ernő? Jaj, Ernőké, mi? Te mit a Darth Vader? Hát, Ernőké, figyelj! Gyorsan, menjünk tovább! A következő... Most következő próba. Mi a következő próba? Hát, mi ez? Aha. A tánc próbája. Tudtad táncolni? Nem. Gyerekek, ti tudtok? Oké, okay, figyeljetek, akkor tanítsuk meg Petikét. Nagyon egyszerű, csak azt kell csinálni, amit én csinálok. Ti pedig utánozzátok, jó? Figyelem, nagyon egyszerű lesz. Nézzük. Tapsolni kell, jobbra-balra menni, meg forogni. De mutatom, figyeljetek, először tapsal kezünk Petike. Megpróbálom. Figyelj. Mutassátok meg, először tapsal kezünk, figyeljetek. Ujjaj! Ujjaj! Ez nagyon nehéz! Most jobbra kezdünk! Jobbra egy, hogy? Kettő, rogyasz! Balra egy, kettő, rogyasz! Jobbra, mit csinálsz? Kettő, rogyasz! Balra egy, kettő, rogyasz! Jó, Petike! Most erre megyünk! Kettő, rogyasz! Jobbra egy, kettő, rogyasz! Balra, mit csinálsz? Most pedig fordunk, figyeltek! Petike! Ez működik! Haló! Úgy, így nagyon ügyesek! Ez az! És most tapsolunk! Na még egyszer! Nem jó? Sok itt a szúnyog, mi? Megvan? Elkaptam kettőt! Gyerekek! Hát ez nagyon csúnya volt, nem ugye? Sikerült? Hát Petike nem tudja. Nem, még egyszer kell. Próbáljuk meg. Jó, most akkor mindenki mutassa el. Tapsot mindenki mutassa meg, mert az életben fogom megtanulni. Figyelem, még egyszer. Gyertek, tapsal kezdünk. Na, talán így menni fog. Hogy még egyszer. Jobbra kezdünk. Nézzük. Jobbra egy, igen? Kettő, bum. Ne jól csinálom, balra ugye? Egy, kettő, bum. Jól csinálom? Jobbra egy, nagyon jó. Kettő, bum. Balra egy, kettő, bum. Jobbra egy, kettő, bum. Balra egy, kettő, bum. Jobbra egy, kettő, bum. Balra egy. Nagyon ügyes vagy. Most pedig? És most fordulunk. Ügyes vagyok! Mi a baj, Ernő, elszédültél?
Mi jön? Tapsolni. Még egyszer? Ki állt a Petike a próbát? Igen! Igen, kiálltam! Ha már kiállt a próbát, akkor tudod, akkor megszervezhetjük itt a mezőtúri tulajdonságot, de ahhoz azonban el kell kelni a mezőtúri kedvenc dalomat. Ahhoz kell két Istennek kaput ad nekünk, és kell nekem 300 gyerek, aki bejön mögém egyen sorba, fogjátok meg egymás kezét, és énekeljük el a kerekerdő slágerlistának első helyezett dalát. Melyik az? Bújbúj zöldág. Így van a bújbúj. Ki az, aki ismeri a bújbúj zöldágat? Gyorsan emelj fel a szégét, aki nem ismeri. Jé, mindenki ismeri. Nagyon jó, akkor figyelem, közönséget tapsal kezd, és hát olyan hangosan, mindenkitől jó, hangosan, hogy búj, búj, zöldág, zöld emelecske, itt van, van az aranyta, csak bújjatok rajta, 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 leszakadt a fajta, leszakadt a fajta, nem maradt a macska. Búj, búj, zöldág, zöld emelecske, itt van, van az aranyta, csak bújjatok rajta, rajta. A szülők tapsoltak volna, énekeltek volna, ezért büntetésben még hasznos énekeljük, jó? Figyelem, hagyd az, kezdeket lássam magasan, fel a kezekkel, és el az, már is indul, tapsol, hadd lássam a kezeket, és mindenki énekeljen, hogy búj, búj, zöldák, zöld emelecske, itt van a nagy aranyka, csak bújjatok, hadd halljak, rajta, rajta, leszakadt a fajta, leszakadt a fajta, nem maradt a fajta. Hangosan! Búj, búj, zöldák, zöld emelecske, itt van a nagy fajta, csak bújjatok. Hangosabban! Rajta, rajta, leszakadt a fajta, leszakadt a fajta, nem maradt a fajta. Még hangosabban! Búj, búj, zöld, mindenki hajoljon meg a szülők felé, mert egy nagy tapsoló kapni, és az ordibálás nem halljuk, hogy A! A! B! C! Hú, de várjatok, nem megyünk végig az ABC-n, mivel hogy most már megrendezhetjük az erdélyi mulatságot itt vezőtúron, mindenki szaladjon előre a színpad elé, sőt, a legügyesebbek még talán hátra a színpadon is feljöhetnek, mert egy fantasztikus rock and roll-t fogunk eljátszani. Jöjjön mindenki fel a színpadra! Gyertek fel, aki bátor feljött a színpadra táncolni, ki merre feljönni a színpadra? Hú, mindenki! Szülők is jöhetek a színpadra rock and roll-ozni, mert következik egy fantasztikus rock and roll. Megmutatom, hogy kell csinálni. Mutasd meg, Ernő. Gyerekek, nagyon egyszerű lesz, ennyit kell csak csinálni, így kell mozogni. Látjátok? És ez az igazi rock and roll mozgás. Mert így is lehet, bárhogy lehet. Okay. És természetesen tapsolni kell a fej fölött. És aki ügyesen tapsol, a szülők biztos tapsolni fognak is énekelni, mert jön egy fantasztikus görkori rock and roll. Hadd lássam a kezeket már is magasan, mert tapsol, indítunk! Hadd lássam azt a tapsolót és a táncot! Ha a betó
Lassan dzsugában leszáll az est, görkorizni senki sem lesz, ez ám az igazi élet a tökély. Görkorizni még leszáll az éj, és akkor, ha eljön a vasárnap, a görkor is rázok, mint kacsáznak, lent a téren, koriuk suhan, boldogan repülnek mindannyian. Görkorcsúja, az ám a nagy csoda, száguldozva gurulú mindenhova, és a tapsot hadd lássa magasan. Görkorcsúja, az ám a nagy csoda, száguldozva gurulú mindenhova, most jön a taps magasan! Héten én is kipróbáltam, de mindig össze-vissza járt a lábam. A körzeti orvosok rám nézett, hopp, így csúcs az élet. Engem persze ez sem zavar, ismét koriztam, de jött egy kanyar. Hopp, egy néni még arrébb ugrott, segítség fékezni nem tudok. Görkorcsolyam, az ám a nagy csoda, száguldozva gurulunk mindenhova. Görkorcsolya, az ám a nagy csoda, száguldozva gurulú mindenhol. Gitárszóló magas napsal! A szöveg pedig görkorcsolya, az ám a nagy csoda, száguldozva gurulunk mindenhova. Ennyi a szöveg, hatalmas hangosan, görkorcsolya, görkorcsolya, az ám a nagy csoda, száguldozva gurulunk mindenhova. És a közönség jön hangosan, hogy görkorcsolya, az ám a nagy csoda, gyerünk, bólus, száguldozva gurulunk mindenhova. Hatalmas szöveget hangosan! Görkorcsúja, az ám a nagy csoda, száguldozva gurulunk mindenhova. És egy taps és ordibálás, hogy hadd halljam! Te hallottál éneket, Ernő? Tessék? Nem hallottál semmi éneket, ugye? Senki nem énekelte. Figyelem, kórus, nagy levegő, és a közönség segítségei számítunk, mert annyi a szöveg, hogy görkorcsolya, hadd halljam, az ám a nagy csoda, bátran, száguldozva gurulunk mindenhova. Most írt a gyereke hangosan, hogy görkorcsolya, az ám a nagy csoda, száguldozva gurulunk mindenhova. Nagyon jó! Még egyszer tapsal! Görkorcsúja, az ám a nagy csoda. Még hangosabban! Száguldozva gurulunk mindenhova. Mi jöttök még egyszer jó hangosan utoljára, hogy görkorcsúja, az ám a nagy csoda, száguldozva gurulunk mindenhova. Hát ez nagyon jó, akkor most már csak azt szeretném kérni a közönségtől, hogy ütemes tapsal jutalmaz egy hatalmas tapsal a Pumpa Együttes alkalmi női és gyermekkórusát mögöttünk. Hadd legyen a tapsot! Nincs itt senkinek a gyermeke? Hát nem hallottam az ordibálást hozzá. Hát nem lesz valami szép estén ma este ott van. Nem hallották a gyerekek. Hadd halljam! Már kezd alakulni, jó? És most mi tapsoljuk meg a gyerekeket? Taps! Nagyon ügyesek, ugye? Na, mentsen még a történetnek, mert el kell majd még énekelnünk ezt a gyerkorcsiát. De addig is azt szeretném kérni a kedves közönségtől, hogy egy pici kis tapssal és ordibálással jutalmazza a Mini Pongo együttes! Ezt gyakoroljuk még, jó? Itt volt mellettem gitáron, nem más, mint Vince Attila! És ez a nagyon rossz csontmanó a Kerekerdőből, Petike, az nem más, mint Kovács Attila! Most jön a szöveg hangosan, hogy görkorcsolya, az ám a nagy csoda. Mindenki!
Országúzva gurulunk mindenhova. És még most szeretném bemutatni a kórusunkat. Gör a gyereke! Aztán a nagy csoda. Száguldozva gurulunk mindenhova. Segítsünk még a gyereketek egy utolsót, hogy gör aztán a nagy csoda. Száguldozva gurulunk mindenhova. Annyi örök, hogy utoljára még egyet szeretnék hallani, hogy gör aztán a nagy csoda. Száguldozva gurulunk mindenhova. Köszönjük szépen a tapsot, egy utolsó nyorgítást a gyerekeknek, hadd halljon, hogy áááá! Halljuk meg mindannyian, jó? Egy nagy tapsot kapunk! Ez volt a Mini Pompa-ítás, köszönjük szépen a lehetőséget! További jó szórakozás, sziasztok a viszontlátásra! Sziasztok! Sziasztok! Mikor alakult a zenekar? Hány tagja van a csapatnak? 1990-ben alakult a zenekar, tehát pont tavaly ünnepeltük a fennállásunk 25. éves évfordulát, nagy jubilami koncert turné volt ebből alkalomból. Jelenleg itt a Mini Pompa együttes volt látható mezőtúron. A zenekar alapjában véve 4 tagú zenekar, egy dobos és egy billentyűs még azért velünk van, de az ilyen kisebb rendezvényeken a Mini Pompomat szokták úgy meghívni, úgymond mi is úgymond el tudjuk játszani azokat a dalokat, amit a nagy zenekar egyébként, tehát alapjában véve koncertjeinknek a 90%-át a nagy zenekari formációban játszunk, dobbal, billentyűvel, basszusgitárral, gitárral. Mezőtúra milyen műsorral készültek? Ez a műsorunk a Petika Rossz Csont Manó című műsor volt, ez egy nagyon-nagyon népszerű műsor, most ebben az évben szerintem ez volt legalább az 50. alkalom, amit eljátszottuk, és mi csak fél évén tartunk. Petikéről szól, aki egy nagyon rossz csont Manó, aki ugyanakkor egy nagyon fontos feladatot kap az erdélyi tanástól, meg kell szervezni az erdélyi mulatságot, és ehhez 4 próbát kell kiállnia, és azért jó, hogy ilyen próbákat kell kiállnia, mert ezek a próbák kiállásába be tudjuk vonni a gyerekeket, tehát a torna próbáját együtt csinálják végig a gyerekekkel, a tánc próbáját, és ettől nagyon-nagyon interaktív ez a műsor. Valószínűleg azért is népszerű, hogy szinte mindenütt ezt a műsorunkat kérik mostanában. Milyen volt a mezőtúri közönség, hogyan érezték magukat a városunkban? Nagyon-nagyon meglepett, hogy nagyon jó közönség volt, tehát mi nagyon jól éreztük magunkat a színpadon, de egy előadó akkor érzi jól magát a színpadon, hogyha látja, hogy a közönség is jól érzi magát. Úgy látom, hogy a gyerekek nagyon-nagyon vették ezt az előadást, az első pillanattól kezdve együtt dobogott a szívük szinte velünk, és tényleg bevontuk őket, és láttam, hogy nagyon-nagyon gyorsan felvették ezt a ritmust. Nagyon sok olyan interaktív elem van a műsorban, ami gyerekek nélkül ugye nem működne. Nagyon sok gyerek volt itt, és a szülők is végigtapsolták a műsort. Láttam még a leghátsó sorokban is. Én úgy érzem, hogy a közönségnek tetszett. A színpadról mindenféleképpen az jött le. A közönség soraiban a gyerekek pedig az utolsó dalán végig ott voltak a színpadon, táncoltak, énekeltek. Aztán ennél többet nem is kell mondani róluk. Nagyon jó volt, és nagyon jól érezzük magunkat mi is természetesen.